a Magyarországon a méz fogyasztást hogy értékeli, mennyire szeretik az emberek a mézet, mennyire veszik a mézet? Én nekem az a véleményem, hogy nagyon sok családban azért megszokott élelmiszerré vált a méz, használják. Nyilván van még mindig nagyon sok olyan család, aki nem használja. Az biztos, hogy a méz egy olyan élelmiszer, szerintem a jelenleg palettán lévő élelmiszerek között, ami még nem teljesen emberi beavatkozással mahináltá vált, mert sajnos a legtöbb élelmiszerben ma már ilyen variációk meg kutyulások előfordulnak. Milyen mézeket keresnek inkább az emberek? Sajnos az orvoslásnál sokszor azt javalják, hogy gesztenye, vagy ilyen faj, ritkán előforduló fajta mézeket, hásmézet produkáljunk. Hát itt a karcagi környezetben ez ugye kevésbé lehetőség. Nálunk nyári vegyesmirágméz van, repceméz van, meg akácméz van. Az akácmézek azok ugye a nyírségbe termelődnek, tehát oda feltétlen vándorolnunk kell, bár Karcagon is van akácméz, de abban már megjelenik azért enyhén egy kis vegyes is, mert ugye itt nem csak az akác virágzik, hanem akkor más virágfajták is virágoznak. A nyári vegyesméz az viszont sok összetevőjű, ebbe benne van a napraforgó, a gyömnövények, aszott, mogyorófű, lucerna, tehát ami igazán az akácot követő májustól olyan augusztus elejéig virít, azoknak a növényeknek a nektárja kerül ebbe a mézfajtákba. Ja, lehetett olvasni különböző portálokon, hogy ez az úgynevezett kínai méz azért levitte az árakat. Ez mennyiben befolyásolta önöknek is ezt a tevékenységét? Hát ugye mi nem tudjuk konkrétan, csak hallomásból jutottunk ehhez az információhoz, hogy talán Ukrajnán keresztül szivárognak be olyan kínai méznek mondott termékek, amik nem a természetes mézből vannak. Igazán mi ehhez nem tudunk mit hozzászólni, mert ugye mi csak azokat a mézeket forgalmazzuk, ami nyersen kikerül a kaptárból, ez ugye pergetésre, szűrésre kerül, de ehhez nincsen semmilyen hozzáadott anyag. Tehát ahogy ott megtermelődik, ahogy a méhek összegyűjtik, azt hozzuk ki, és ez van forgalomba. Nyilván ennek a gazdasági hatása ránk nézve elég elszomorító. Igaz, hogy a piaci árakat nem változtatta negatívan, mert ugye itt én nem tapasztaltam, hogy megjelent volna ez a termék. Valószínűleg az áruház láncok valamelyikébe jelenik ez meg zömmel, nyilván nyomottabb áron, viszont a nagybani értékesítésünket azt nagyon keményen befolyásolta, mert 30-40%-os áreséseket produkált, több olyan feldolgozó mosolyogva nyilatkozott nekünk, ami elszomorító volt, hogy nem kell már csak 20% mézetek, mert a többit meg tudjuk oldani. Tehát reméljük ez majd változni fog, bízunk abba, hogy az EU azért lehetőséget ad jogilag a megkülönböztetésre, hogy ez ugye természetes méz, ebben meg vannak már keverékek, hogy a vevő hozzájuthat ugyan, a jóhoz is, meg a rosszhoz is, de joga legyen megkülönböztetni azt, hogy melyik milyen. Nem csak a kínai méz, hanem egyéb kártevők is nehezítették az idei termelést. Mit lehet erről tudni? Hát a méhészetekben az atka az nagyon keményen jelen van. Ez eddig úgy nézett ki, hogy néhány hazai atkaölőszerrel megoldható volt viszonylag tűrhető árfekvésen az atkaírtás, hogy aztán az atkákba is végbe ment egy ilyen fejlődés, és bizonyos szereket ugye könnyen elviselnek, vagy nem tudjuk leírtani. A lényeg az, hogy az utóbbi nem csak ez az év, de már egy pár éve, hiába szaporítjuk a méheket, mindig vissza kell építeni azokat a családokat, össze kell egyesíteni, mert ugye az atka gyötrelem miatt
tehát röviden mondva elpusztulnak, vagy annyira meggyöngülnek, lecsökken a termelésük, hogy muszáj, hogy az ember összeegyesítse, ugye, hogy egy családban több méhecske legyen, és így tudjuk, vagy próbáljuk kivédeni. Vannak külföldi gyógyszerek, ami egyrészt drágábbak, másrészt meg ugye a hatásmechanizmusok is más, mint a régieknek volt. Úgy tűnik, hogy a hosszabb hatásmechanizmusú és tovább bent lévő szerek lesznek alkalmasak arra, hogy valamelyest kivédjük az atka problémát, nem tudunk tőle véglegesen teljesen megszabadulni, ez szinte biztos. Csak így próbálkozunk, ez folyamatosan fent marad, ez az atka gond. Milyen károkat okozott önnek most ez az atka probléma? Tehát kiemelkedő volt-e most esetlegesen ez a probléma? Hát tavalyi évben már jelentkeztek a méhészeteknél sajnos olyan, hogy akár 50-60%-os, de még volt, akinek majdnem teljesen elsöpörte az atka a méheket. Én nekem akkor valahogy egy kicsit sikeresebb volt valószínű ez az atka gyérítés. Ebben az évben viszont úgy nézett ki, hogy rám került a sor, legalább egy 20 családot össze kellett egyesíteni, vagy éppen elpusztultak amiatt, hogy meggyöngült a létszám, és azok nem képesek a telet átvészelni. Tehát ez a konkrét valóság.